50 év után újult meg a Györei Kútvölgy óvoda. Az intézményben, ahová jelenleg 15 gyermek jár, teljes belső felújítás történt. Ennek köszönhetően a kicsik most már sokkal komfortosabb és korszerűbb körülmények között tölthetik a hétköznapjaikat. A csoportszobánk megújult, fűtés, korszerűsítés, világítás, a vizes blokkunk teljesen új, és egy vezetői irodát is sikerült kialakítani. Úgyhogy azt mondhatom, hogy az az óvodai nevelési program, ami szerint mi dolgozunk, a néphagyományőrző óvodai nevelési program most méltó környezetbe került, és így most méltó környezetben tudjuk megvalósítani. Az ünnepélyes átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, a tervek szerint, amit lehetőségük nyílik rá, az óvoda külső felújítása is megvalósulhat, mintegy 30 millió forintból. Az elmúlt évben felújítottuk teljes mértékben a Magyar Falu pályázatból programban a Györei óvodát. Sajnos a külső még nem készült el, de igazából csak a belső terek felújítására volt forrás, illetve ezt a pályázatot 100%-os intenzitású pályázaton nyerték el. Ennek az összege 50 millió forint volt, amiből el is készült, meg is tudták valósítani ezt a beruházást. Potápi Árpád János hozzátette, hogy az elmúlt években a körzetében szinte valamennyi településen megújulhattak az intézmények, utakat, járdákat építettek a Magyar Falu Program pályázati lehetőségeinek köszönhetően.